Az első szabadtéri kincsesszigeten árusíthattak a vállalkozó szellemű gyerekek. A rendezvény tavasztól őszig a Városháza előtti téren várja az árusokat. Regisztrálni kell, és a várólistára is érdemes feliratkozni, ha valaki lemaradt, mert lehet lemondás. A Bolha piacon a gyerekek megtanulhatnak bánni a pénzzel, illetve gondolkodhatnak azon is, hogy mely tárgyak azok, amelyek nekik már esetleg feleslegesek, de másnak hasznosak és kedvesek lehetnek. Mostantól kint igen, ez az idei első, nagyon vártuk már, hogy jó idő legyen, mert a gyerekeknek azért csak jobb itt a téren, sokkal szabadabb. Nagyon vártuk, hogy napsütéses idő legyen, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez kegyes lett az időjárás van itt a Városháza téren, és ezen túl már kintre tervezzük mindig a programokat egészen októberig. Tehát időjárás függő nyilván, hogyha esik az eső, akkor bemegyünk a díszterembe, de ez a legvégső opció. Milyen gyakorisággal számíthatnak a gyerekek az eseményre? Továbbra is ez a havi egy alkalom, mindig meghirdetjük, lehet jelentkezni, benne van a Kispest minden orgánumában, bent vannak az időpontok, úgyhogy eléggé publikus, hogy mikor és hogy vagyunk.